Közel egy hónappal a valaha volt egyik legemlékezetesebb pofon után Bill Smith lejtmenetének még nincs vége. Demenu első kockája, az amerikai filmintézet lemondása volt, ha Will Smith nem, lehet, hogy kimaradt volna, majd 10 évre eltiltották az Oscar gáláról, végül pedig egy folyamatban lévő filmes projekt. A magasból mélyre eshetsz. Az Oscar, amelyet Richard alakításáért nyert a Királyban, valószínűleg az első és utolsó volt Willvel pályafutása során. Beszédében Denzel Washingtont idézte, aki azt mondta neki, hogy amikor a csúcson vagy, akkor a legjobbnak kell lenned. Denzel Washingtonnak igaza van. A Netflix hivatalosan is törölte Bright visszaállítását. A Bright 2017 története szerint egy alternatív jelenben az emberek és a mitikus lények együtt élnek. Egy Los Angeles-i zsaru és orktársa a rasszizmus és a rendőri korrupció ellen küzd, miközben egy pálcát és egy pálcás mandelányt véd. Az első részhez hasonlóan a második részt is David Ire rendezi, és Will Smith lesz a főszereplője. A folytatást 2018. januárjában jelentették be, mindössze egy hónappal a film megjelenése után, és azóta is fejlesztés alatt áll. A Bloomberg értesülései szerint a Bright 2 projektet végleg törölte a Netflix, bár a hivatalos oké semmi köze az ominózus Oscar jelenethez. Eközben a National Geographic is elhalasztotta a Paul Theo Paul című sorozatot, amelyben Will Smith járja majd a világot. Az 53 éves színész nem először dolgozik együtt a National Geographic csapatával, és ez lesz a harmadik közös projektjük. A sorozat forgatása 3 hét múlva kezdődik, de a gyártás a jelenlegi helyére költözött. A Sony az elsők között jelentette be a Bad Boys 4. részének leállítását, ami annak a jele, hogy teljesen eltávolodik a színész erőszakos és agresszív előadásmódjától.